Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Kitty nevű terminál emulátorról lesz szó. Mindegyik terminál emulátor jó. Tehát nehogy elkezdje valaki azt gondolni, hogy az ő általa használt terminál ellen beszélek, vagy azt akarom elterjeszteni, hogy a Kitty a legjobb, és ennél jobb nincs. Még egyszer meg kellem ismételni, az általam ismert összes terminál emulátor jól működik, de van, amiben sok plusz és kellemes funkciót építettek bele, ilyen a Kitty is. Általában én nem szoktam változtatni a terminál emulátoromon, mert azok, amiket én használtam, jellemzően az Alacrity, nagyon beváltak, de olvastam róla, hogy bizony a Kitty ezt tudja, azt tudja, amazt tudja. Természetesen nem bírtam magammal, kipróbáltam és nagyon megtetszett, és jelen pillanatban az Alacrity, illetve a Kitty együttes használata mellett döntöttem. Azért, hogy legalább kettő terminál emulátor mindenképp legyen a gépeden, mert hogyha az egyik frissítés közben tönkre megy, nem frissül, vagy bármilyen probléma van vele, akkor a másikhoz hozzá tud nyúlni. Azaz, mindig azt mondom, hogy érdemes többet is kipróbálni, és ami neked bejön, tetszik, azt csinálja, úgy csinálja, és olyan kinézete van, ami neked megfelel, az lesz számodra a legjobb. Én nem azt mondom, hogy az Alacrity a legjobb, vagy a Kitty, vagy akármelyik egyéb a legjobb. Én azt mondom, hogy ezt, amit bemutatok, alapokat természetesen, a Kitty nagyon szépen meg fogja tudni csinálni. Számomra nagyon kényelmes. Miért? Mert van egy gyorsítása, azaz a videókártya memóriáját és az ott lévő processzort fogja használni arra, hogy megjelenítesse nekünk a dolgokat, villámgyorsan elődobja magát. Igen, igen, tudom, a többi is ugyanilyen gyors, és az Alacritynek meg A, B, C, D, F, G, H-nak is megvan a gyorsasága, és villámgyorsa, tudom, de hát természetesen most nem őróluk, hanem a Kittyről lesz szó. Ami nagyon megtetszett, több ablak elrendezést is ismer, azaz gyakorlatilag a Kitty olyan, mint egy jó és kényelmes és általam nagyra becsült csempézős ablakkezelő, azaz egy ablakon belül több osztást is tudunk tenni. Ez is igaz, amire te most gondoltál, hogy meg lehet nyitni több terminál emulátor ablakot egymás mellé, és az is ugyanazt a kinézetet adja. Természetesen kinek a pap, kinek a papné. Ki így szereti, ki úgy szereti, mindegyiknek megvan az előnye, használd azt, ami neked megfelel. És ami nagyon kellemes, és az én szívem csücske, van fülecskés megoldás is, hiszen tudjátok, hogy én egy ablakkezelőnél elsőre azt nézem meg, hogy vannak a füles megoldások, mert én azt nagyon kedvelem, hiszen az i3-on, vagy az X-Monádon, vagy egyéb ablakkezelőt, amit én bemutattam, mindenhol örömmel mutattam be, hogy ilyen egymásra lapozott, fülecskés, olyan regiszterszerű, majd meglátjátok, beállítás is van, és gyorsan tudunk, hát egy egész képernyős, jelen pillanatban terminált, úgy elővarázsolni, hogy egymás alatt, egymás fedésébe ott vannak az ablakok, ott vannak a lapok, a regiszterfülek, és gyorsan váltani tudunk a kettő között. Ez azt jelenti számomra, hogy majdnem olyan a Kitty terminál emulátor, mint a kedvenc i3-asom, vagy az X-Monádom, és egyéb hasonló tulajdonságok is vannak, és ezért szerette meg. A következő, ami igazából vagy tetszik, vagy nem tetszik, vagy használod, vagy nem, van a terminálba kijelölési lehetőség. Természetesen van. A legtöbb terminálba ki tudsz jelölni egy szót, egy sort, vagy az egész képernyőt, és azt le tudod menteni, a vágólapot normálisan kezeli, és többet is használhatsz egyszerre, azaz külön regiszterekbe, külön bufferekbe rakosgathatod el a vágólapról kimentett dolgokat, azaz nem csak egy, illetve kettő vágólap tárhelyed van, hanem saját magadnak definiálhatsz harmadikat, negyediket, ötödiket hozzátartozó gyors billentyűkkel. Na hát a kijelölés, ott kezdtem el, hogy van téglalap alakú kijelölés is, ami vagy hasznos, vagy nem. Ha az életben soha nem volt ingered arra, hogy a terminálba kijelölj egy téglalap alakú részt, és azt lemenst,
mondjuk, hogyha táblázatszerűséggel jelenik meg valami, tehát úgy, mint egy táblázat vagy rácsszerűen, akkor bizony az lemes, akkor bizony, hát neked ez nem egy nagy valami, de én sok olyan szöveget, sok olyan táblázatszerűséget nyitok meg terminálba, amiben jól jön, hogy egy oszlopot ki tudok például jelölni. Teljesen testre szabható és összetett gyors billentyűzettel rendelkezik, azaz minden nüanszot kinézett és működés szerint is testre szabhatsz. Egy jó alapkonfigurációt kapsz, és azt kell mondanom, hogy egy darab konfigurációs fájl van, ami nem azért érdekes, mert az egy szuper leírással jön, ki van minden sor kommentelve, tehát magyarázatot kapsz, és a honlapjukon ott van a normális magyarázat, nem azért jó. Azért is, persze, hogy leírás van hozzá, persze egy helyen kell turkálni, hanem azért is jó, mert hogyha egyszer beállítod úgy, ahogy neked tetszik, akkor ezt a konfigurációs fájlt beleteheted a mentési ciklusodba, a mentési rendszeredbe, és utána, hogyha újra telepíted a gépedet, újra húzod a Linuxot, akkor nem kell újra ezeket a beállításokat megtenni, hanem ezt a konfigurációs fájlt bemásolod, és utána ugyanazt a kinézetet kapod. Ez nagyon kényelmes, sokáig, nagyon hosszú ideig tudod ugyanazt a konfigurációs fájlt használni, ami fontos. Ez egy sima terminál emulátor. A munkáját elvégzi, van egy csomó extra hozzá, olvassatok utána, honlapjukon szépen elmagyarázzák, mi és hogyan és miképp működik, de azt is kell tudni, hogy olyan legyen és úgy működjön, és mindent ki tudj használni, érdemes a leírást és a konfigurációt párszor elolvasni. Azaz ez nem arról szól, hogy felteszed és utána használod, persze lehet, de annak nincs nagy értelme átváltani egy akármilyen nagyon jó terminál emulátorról a Kittire, az nem egy nagy élmény, hiszen hát gyakorlatilag az alapkonfigurációval lehet használni, meg szép is, meg jó is, de akkor van értelme átváltani a Kittire, hogyha te neked olyan igényeid vannak, és ezekért az igényekért szeretnél is tenni egy konfigurációt, hogy bizony azok neked legyenek jók, és ehhez hát bizony ez idő. Valljuk be, ez idő, sok-sok beállítási lehetőség van, teljesen testre szabható, így megkívánja a beállítást. Alapkonfigja jó, persze természetesen, de azokat a nüansznyi dolgokat, ami miatt én a Kittit megszerettem, azokat csak úgy tudod elérni, hogyha testre szabhatod. És testre is tudod szabni, mert konfigurációja nagyon egyszerű szöveges fájl, a terminológiája, tehát az, hogy mit, hogyan kell írni, sima szöveg. Itt nagyot nem tudsz tévedni, mert bizony kényelmesen, egyszerűen tudod beállogatni a dolgokat, és minden jól dokumentált, ahogy az illő dolog. Azaz nem lesznek olyan funkciók, amiről nem tudsz olvasni, nem tudsz róla, persze, hogyha elolvasod a leírást. A Kitty a legtöbb tárolóba bent van, fel tudod telepíteni, gyakorlatilag ez számunkra nem egy nagy dolog. Feltelepíted a saját csomagkezelő rendszeredbe, felrakod kalapkabát, nem akarok erről sokat beszélni, a saját rendszeredet te ismered. A leírásra szeretnék kitérni, lehet látni angol, de a fordító be van kapcsolva, minden rész dokumentálva van. Rákattintasz, kiadja, hogy itt van a többféle puffer, a többféle vágólap kezelés, megmondod neki, nagyon bonyolultan, hogy map, F1, kopító, buffer, a kap egy nevet, a buffered, a vágólapnak az a része, amit te így szeretnél használni, és utána megadsz egy másik billentyű kombinációt, ami beilleszti. Tehát a szokásos Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-X-en kívül, itt azért egy kicsit másholva vannak vekötve, tehát erre azért figyeljél, hogy az alap gyors billentyűkre is vannak eltérések. Na, lényeg az, hogy azon kívül még egy, még kettő, még három olyan másolási és beillesztési puffert, tárhelyet tudsz összehozogatni, hogy nem csak egy-kettő, hanem 3, 4, 5 vagy 6 szöveget is le tudsz menteni, és be tudsz illeszteni. Nagyon kényelmes. A leírása bőséges. Lehet látni, hogy nagyon-nagyon aprólékos, plusz a konfigurációhoz bizony vannak nagyon szép leírások, azaz
Nem esünk abba a hibába, hogy nem találjuk meg azokat, amik számunkra fontosak. Itt valóban el kell olvasni, hogy mi hova van bekötve, milyen gyors billentyű van, és milyen egyéb lehetőségek vannak a konfigurációhoz. Nézd meg a leíráshoz, a quick start, a gyors indításhoz is, nagyon szép leírást fogsz kapni, és ahogy lehet látni, és ez nem titok, van a Linuxos, és természetesen van a Macintoshoz is, hogyha véletlenül otthon van Macintoshod, azon is tudod használni. És szerintem a Windowshoz is van, de nem 100%, ez nem is érdekel. Lényeg, nagyon szép leírást fogsz kapni, amit csak akkor fogsz tudni hasznosítani, hogyha te leszel szíves elolvasni. Ami fontos, a beállítási fájlt hol találod meg? Nyilvánvalóan más beállítási fájlt is használhatsz, meg tudod adni, hogy hova szeretnéd elrakni, de alapértelmezett elgondolásba, a saját könyvtáradba, a .config könyvtárba, a Kitty, meglepő nem, a Kitty alkönyvtárba, a Kitty Conf elnevezésű szöveges fájlt fogod megtalálni, és ezzel konfigurálod. A fájl kinézete nagyon egyszerű, gyakorlatilag nem fog neked semmi gondot okozni, a belsejébe is rengeteg jó kis szöveg van, tehát egy sor, ami az adott értéket konfigurálja, meg hozzá tartozik jó néhány sor magyarázat is, tehát itt nem lesz olyan problémád, hogy nem tudod ez itt mit fog neked jelenteni, vagy mi az, ami számodra, hát jaj, hát itt mit kéne beírni. Alapkonfigurációk, azok nagyon jók, de érdemes ezen finomítani. Nézzük is meg, mi az a Kitty. A Kitty egy terminál emulátor. Elindítom a Kittyt, nyilvánvalóan én gyors billentyűhöz már hozzákötöttem, megjelenik. Mit látsz? Semmit nem látsz. Azt látod, hogy megjelenik egy egyszerű, póreas és igazából nem túl izgalmas terminálablak. Mindegyik így indul. Van, amelyiken vannak fülek, vannak, ahol menüpontok vannak, és van, amelyiknek a háttere egy kicsit más, meg egyéb dolgokat is kír. Ez elindította, és működik. Ezentúl, hogyha szeretnél ide beírogatni parancsokat, beírod az LS parancsot, és utána kérje azt a dolgot, ami a parancsnak a dolga. Mit csinál a Kitty? Ellátja a terminál emulátor feladatait. Ennyit. Nem fogsz itt semmi olyan extra dolgot találni. Igen ám, de hogyha te fogod magad, és megnyomod a Ctrl-Shift-Enter-t, akkor megjelenik egy másik ablak. A másik ablak ugyanúgy, mint a csempézős ablakkezelőknél, ott jelenik meg, ahol a beállítás szerint meg kell neki jelennie. Természetesen van több ilyen beállítási lehetőség, ugyanúgy, mint mondjuk az i3 alatt is, vannak különböző ablak elrendezések. Nyissunk meg megint egy terminált, hát így jelenik meg. Ez szerintem a világon a legegyszerűbb dolog, megfelelő algoritmus szerint kidobálja neked az ablakokat úgy, ahogy te szeretnéd. Oké, nézzük is meg, milyen lehetőségek is vannak az ablak elrendezésekre. Ezt be tudod állítani, hogy mi legyen az alapértelmezett, illetve lapozgatni is tudsz a különböző elrendezések között. Megnyomod a Ctrl, Shift és L, lapozgassunk, felkiáltású gombot, és lehet látni, ez a kedvencem. Ennél jobb dolgot nagyon-nagyon nehéz találni. Van egy főablak, meg pár alablak, ami a ablakkezelőknél egy megszokott dolog. Szerintem ennél professzionálisabb dolog nincs. Itt dolgozni tudunk, itt mondjuk a helpet, itt pedig mondjuk akármi mást meg tudunk jelenítetni. Tehát gyakorlatilag egymás mellett egy ablakba látunk több ablakot, megfelelő elrendezés, és lapozzunk is tovább. Nyilvánvalóan Ctrl-Shift-L, ez az alapbeállítás, figyeltem arra, hogy visszaállítsam az alapbeállításokat, és egymás mellett jelennek meg a terminál ablakok, és egy nagy, két kicsi, de függőleges elosztással egy teljes ablak elrendezés, tehát egymás mögé dobálja be a három ablakot, akközött tudsz megfelelő gyors billentyűvel lapozgatni, van ilyen elrendezés, és visszatértünk ehhez az elrendezéshez, azt hiszem ez volt az első, nézzük is meg, valószínű igen, ezt is lehet használni.
Ezt szeretem én egyébként használni. Oké, azt mondtam, hogy vannak fülek. Ctrl Shift. És egy T betű, eltűnt az egész, nem tűnt el az egész, mert megjelent az alsó fül, és két fülem van, az egyik egy új ablak, amit tovább tudok osztani, hogyha éppen olyanom van, és vissza tudok ide lépni. Így egymás mellett, illetve egymás mögött, vagy párhuzamosan több ablakot tudsz megnyitni, és azoknak a elrendezését, kinézetét természetesen egyedileg tudod szabályozni. Itt is körbe tudjuk járni a megfelelő körbejárással az ablakoknak a elrendezését, azaz gyakorlatilag jó néhány terminál ablakot össze tudunk hozni egy blokkon belül, különböző fülek alatt. Nagyon-nagyon praktikus szerintem ez az elrendezés, hogy vannak füles, illetve sima osztott elrendezések, és hogyha ezt a kettőt összekombináljuk, szerintem a legtöbb összes feladatra bőven elegendő lesz. Természetesen előre definiálhatsz gyors billentyűt ahhoz, hogy egy kedvenc elrendezésedhez oda tudjál ugorni, azaz ne kelljen így körbe járni és megtalálni azt az elrendezést. Kettő van alap definícióban megadva, a Ctrl-Alt, S, az a teljes képen, és a Ctrl-Alt-T, az pedig ez a TAL, ami az X-monádban is megszokott, meg másba is, ez az elrendezést kényelmesnek találják, és ezt tették be így alap gyors billentyűhöz hozzá kötötthöz, de természetesen saját gyors billentyűt ehhez is tudsz definiálni. Ami lényeg számunkra, a fülek között úgy léptetünk, hogy Ctrl-S és a nyilacskákkal tudunk lépteni. Itt alul lehet látni, hogy az egyik sötétebb, a másik világosabb. Ha átváltok, akkor a másik lesz sötétebb, a másikhoz tudunk lépni. Itt, hogy milyen legyen, milyen sötétségű legyen, mi legyen a felirat, meg egyéb ilyen extrém dolgokat simán be tudunk állogatni. Ugyanúgy meg tudjuk adni, nincs beállítva, mert az különböző beállításokat kellene előtte tenni, hogy az adott ablakocskát, rész, egységet sötétítsük az hátteret, vagy világosítsuk, hozzá tudunk tenni háttereket is, vagy mindegyik legyen egy kicsit áttetszőbb, vagy csak az aktív legyen áttetszőbb, azt szabályozgatni is tudjuk. Oké, azt mondhatod, hogy jó, hát ez nagyon szép, de neked olyasmi kéne, hogy nem ilyen elosztás legyen, hanem hogyan méretezzük ezeket az ablakokat. Természetesen erre is gondoltak, Ctrl-S, és utána megnyomod az R, és kapsz egy kis leírást. Kapsz egy kis leírást, hogy bizony a V, az N, a T és az S betűk lenyomásával tudjuk változtatni a méretet. Nyilvánvalóan a magasságot és a szélességet tudjuk változtatni. A V betűt nyomkodom, az N betűt nyomkodom, a T betűt nyomkodom, az S betűt nyomkodom. Tehát az adott ablaknak a méretét a többihez képesti arányát simán változtatgatni is tudjuk. Értelemszerűen bármelyik gomb megnyomásával kilépsz ebből az almenüből, vagy ebből a lehetőségből. E3-oson is van ilyen, X-monád alatt is van, hogy megnyomsz 2-3-4 billentyű kombinációt, és utána egy betűt, a megadott betűket és különböző funkciókat tudsz hozzárendelni, ez nem lehet senkinek se idegen. Azaz, hát a méretet tudjuk változtatni, és be is tudjuk csukni az adott ablakrészt, tehát az adott kis ablakocskát, ehhez pedig a Ctrl Shift és a W van rendelve, ez az alapértelmezett beállítás gyakorlatilag arról beszélek, hogy így lehet megcsinálni, de hogyha valakinek a Ctrl-Shift-W az nem áll kézre, hanem Ctrl-Shift-Q-hoz szeretné rendelni, akkor természetesen ugyanazt meg is tudja tenni. Tehát simán bármi átírható. Mi az, ami nekem nagyon tetszik? Beütök egy parancsot, áll. Oké, ez nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és jó dolog, de az én szemem rossz. Hát szeretnék nagyobb betűtípus beállítani, de csak most. De csak most, mert éppen az egész ablaknál, hát bizony ez úgy jobb lenne, a nagyobb betűk lennének. Egyébként az alapértelmezett betűméretet, annak a ligatúráját, és az egyéb beállításokat meg tudod tenni, tehát nem egy egyszerű
pórias, kapsz egy csomó betűt, aztán örülj neki. Elég sok betűtípust támogat, a ligatúrákat, tehát mondjuk a karakterek összevonását is támogatja, megfelelő betű készlettel, és nagyon szépen összevonja a nyilacskákat, egyebeket. Aki programozott ilyet már tudja, nagyon szép. Oké, kicsik a betűk. Ctrl, Shift és plusz, és mínusz, és mínusz, és plusz. Nagyon kényelmesen tudjuk változtatni ezteket a méreteket. Szerintem ez egy nagyon-nagyon kényelmes dolog. Hát bizony, legyünk köszönték, így semmit nem látok, és egy kicsit szeretném fölnagyítani, és Ctrl-L eltüntetek mindenféle egyebet. Jó, nagyon szép, de nekünk nem ez kell. Nézzük meg azt, ami szerintem nagyon kényelmes, Man és Kitty, és megjelenik. Próbálkozzunk meg, kijelöléssel működik. Ja, működik, igaz? Nagyon szépen működik. Azt hiszem, ezt nem kell senkinek elmondani, hogy a kijelölés működik, ez máshol is működik. Sikerült egy normális példát is találni, mert szövegbe téglalapot kijelölni függőlegesen nem túl izgalmas. Első körben úgy gondolhatjátok, hogy semmire se jó, de találtam egy táblázatot, természetesen a Kittynek a manuáljába, Ctrl-Alt, és lenyomva tartom, és ki is jelöltem ezeket a betűket. Szuper! Szerintem nagyon szuper, és nem kell egy szövegszerkesztőbe betölteni, ami tudja az oszlopos kijelölést, hanem innéd is vágólapra másolva be tudom illeszteni bárhova. Összefoglalva, a Kitty nagyon kényelmes, jól működő terminál emulátor. Na hát ilyenből Dunát lehet rekeszteni, mert általam ismert összes terminál emulátort jól dolgozik, és különösebb probléma nincs vele. De tudja a csempézős ablakkezelőhöz hasonló elrendezéseket önmaga kezelni. Vannak fülecskés elrendezések, ami számomra nagyon fontos. Azon kívül rengeteg funkciót tudsz használni úgy, hogy gyors billentyűt rendelsz hozzá. Annál nincs kényelmesebb dolog, hogy a kezed a billentyűzet fölött van, és gyors billentyűvel rengeteg mindenfélét el tudsz érni. Tudsz programot indítani, vagy, hát természetesen itt el lehet olvasni, klik URL, és hát bizony, hogyha az URL-re, például egy weblap címre kattintunk, akkor a beállított, vagy hogyha te nem állítod be, az alapértelmezett böngésző meg fog nyílani, és utána hát bizony ott böngészheted is, mint megnyomod a megfelelő billentyű kombinációt, itt a módosító, Kitty mód, a Kitty módosítót, hát bizony megnyomod a Ctrl-Shift-et, ehhez van hozzárendelve, ez a módosító külön megadása, csempézős ablakkezelőkbe egyértelmű, hiszen mondjuk i3 alatt is megadjuk a módosító billentyű kombinációt, ez a gyakorlatilag bármi lehet, ami enged a rendszer, és utána rákattintunk, és mit látunk? Megnyílott. Tehát nagyon kényelmes olyan extra funkciókat tud, amit más esetleg nem, vagy más tud, de egy kicsit bonyolultabban tud. És ahogy mondtam, és hát itt is lehet látni, hiszen most éppen angol, mert a Brave nyitotta meg, és hogyha belelapozol, egyértelműen látod, hogy nagyon jó leírások vannak, kereshető leírások vannak, konfigurációkhoz is van, külön dokumentum, hát ezt belenéztünk az előbb, illetve belelapozgattam, lehet látni mindenféle olyan beállítási gondolat, ami eszünkbe juthat normál körülmények között, itt megoldható, tudsz indítani gyors billentyű konfigurálást is, tehát megadod azt, hogy map alt 1, akkor ezt a parancsot fogja véghez vinni, tehát nagyon kényelmes. Nagyon fontos az, hogy ezeket átnézd, a leírást végig kell olvasni, első körben, hogy mit tud, majd utána eldönteni, hogy neked mi ebből az érdekes. Nekem a háttérnek az eltüntetése, vagy a háttérbe tegyünk egy képet, felkiáltású dolog nem nagyon izgalmatos, mert az engem nem hat meg, de a gyors billentyűzés, a gyors elérések, parancsok indítása az nagyon izgalmas dolog, hiszen mondjuk a mutot, a levelezőt
terminálból rögvest el tudjuk indítani gyors billentyűvel, vagy akármilyen egyéb scriptet, egyebet indítani tudunk gyors billentyűvel. Hát ennyi. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és remélem, hogy mindenkinek megtetszett ez az eszköz, kipróbálja. Én nem azt mondom, hogy használt, én azt mondom, hogy próbáld ki az összeset, az alakrétét is, vagy ami éppen a kezedbe kerül, mert csak úgy fogsz fejlődni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!